Sziasztok srácok, ismét Nakos jelentkezik. Ahogy ígértem, berakunk egy videókártyát magába a 250D-s Corsair házba. Úgyhogy ennek fogunk most nekiállni. Igazából, hogy mondtam, még a proci nincsen. Ez maga csak a beinstalálás lesz, megnézzük, hogy fér ide, hogy fog kinézni, és utána majd ha megjön a proci, akkor ugye beélesítjük. Látjátok-e a Zafirnak a 290-esét, ugye ez nem az X, ez a sima 290-es, R9 290-es, 4 giga, ezen mondjuk túl sok csoda nincsen, 4K gaming, ugye, de azért ne húzzuk föl maximumra, és 512 bites, hát ugye ez már nem ma jelent meg, november körül jelennek, tavaly novemberben ezek a kártyák, úgyhogy ár-érték arányban nagyon jók, ár teljesítményben nem túl halkak, azt is tudjuk. Kettőt azt volt alkalmam már használni egyszer, egyben. Kettő együtt olyan volt, mint hogyha a hajat szárítottam volna. Úgyhogy tartósan elég idegesítő. De mindegy. 75.000 forintért vettem a videókártyát. Úgyhogy azt mondtam, ennyi ér nekem tulajdonképpen akár még hangos is lehet. Na, kivesszük a dobozból. Ugye látjátok, gyönyörű, piros, fekete, Zafir, jó kis csodaműanyaggal megspékelve. Ugye ez mondjuk az Nvidia-nak a GTX 780-as szintjét messze nem tudja utánozni. De hát igazából egyszer berakjuk a házba, onnantól kezdve most ki fogja nézegetni, hogy milyen a burkolata a videókártyának. Úgyhogy látjátok a csatlakozókat, mondjuk ezt szeretem a AMD-be, hogy valójában rátettek mindent, ami kell, nincs szarakodás. Na és nézzük meg, hogy ez a kártya, ugye egy 8-as és egy 6-os csatlakozó, és ugye egy PCI Express foglalat. Ugye, ahogy beszéltük már ezt korábban, érdekes módon, itt már legyártásra került a nyákon, ha megnézitek, a Crossfire csatlakozó, de ugye aztán szerintem rájöttek, hogy nincs szükség rá, és ugye csak a PCI Express sinen keresztül lesz, hogyha több kártya van. Ugye értem szerint nem ebbe a gépben, mert ebben nem lehet két kártyát rakni, de mondjuk nagyobb alaplapokba nem kell ugye összekötni felső Crossfire bridge-ekkel, ugye hidakkal a kártyákat, mert már nincsen rajta csatlakozó sem. Na, nézzük meg, hogyan kellene ide beszerelni. Látjátok, hogy valójában egy darab PCI Express foglalat van, és hátul ugye megvan a két kallantyú, illetve hát két ugye lefogató rész. Ezt mindjárt ki is csavarozom, és megnézzük, hogy utána, hogy hoppá, ez a csavarhúzó egy ilyen racsnis kimeg becsavarozást rásegít. Jó. Át kell csavarni, hogyha be vagy, ha ki irányba akarom csavarni. Jó, tehát ez ki is jön egyből innen ez a lemez. Mondom, ki is jön. Ja igen, ez így hátra, érdekes, ez ilyen hátrafele kell kipattintani. Van egy ilyen kis sapka, ami így mozog, nézzétek meg? Ilyen sapka, ami mozog, és akkor így ki lehet hajlítani hátulról ezt a lemezt, amit utána ki lehet venni, a másik már ki is esett. Úgyhogy most látjátok, üres a cucc. Úgyhogy, na most ez valószínűleg kétkezes lesz, úgyhogy engedjétek meg, de leteszem a videókamerát. És látjátok, hogy igazából ide mondjuk bekötöttem a hangot, szóval megnézzük, hogy azt ugye az előlapi hangot, amit aztán általában sose szoktam használni. Na most, a videókártyát ugye hátrafele kell berakni, mindjárt rájövünk, hogy hogyan lehet berakni ezt ide a legügyesebben. Aztán lehet, hogy félre nyúltam, mert a nem fér ide. Na, megpróbáljuk. Na, talán szerencsém van. Így van.
sikerült is, kicsit ilyen bújtatós módszerrel. És ugye fölemeljük ezt a kis kallantyút, amit ugye mondtam az előbb, ugye ekkorai kell tolni egészen a végéig, amennyire lehetséges. Igen, tehát egy ilyen 290-es azért már játszani kell, hogy ide férjen. De nem azért, mert nem fér hosszában ide, hanem azért, mert a sok kábel bezavar. Meg ez a kallantyús rendszer is itt egy kicsit nekem fura, bevallom őszintén. Hát mindegy, ezt egyszer fogom berakni, azt utána nem nagyon. Jó, gyere ide. Jó, egy kábel kevert be nekünk, de az most már véget ért. Csak kábelt arrébb húztam. Úgyhogy, hát pont befér, pont befér. Még majd azzal lesz itt egy játék, hogy a, ugye ezt, a két kábelt rá kell csatlakoztatni. Ugye ez a PCI Express VGA feszültségek. Ezt ilyen ügyesen megcsinálták, nézzétek meg, ki van lukasztva a felső rész, hogy oda lehessen rakni. Látjátok, hogy így néz ki, ha benn van a kártya. Ugye itt ezen a részen nincs kivágva, de itt rájöttek, hogy ki kell vágni, mert egyébként nehéz lesz a videokártyát bedugni, mármint a kábelt a kártyára. Hogy mindjárt megpróbálom, meg rájövök, hogy ezt hogyan lehetne ügyesen megcsinálni, hogy utána be is lessen a háznak a oldalát csukni. Csinálni, hogy most gyorsan két ilyen csavarral ráfixálom a kártyát. Jó, ez már nem mozogjon el. Na, nem is kell kettő, ez csak egyet csavarom be. Úgyis majd még ki kell szedni, amikor a processzort fogom berakni. Meg még a kábelrendezést meg kell csinálni majd. Úgyhogy az elsőt, azt egyből be is tesszük egy ilyen 8-as helyre. Na, erre kiköszön a 6-os, mert könnyebben odaférek. 6-os az már benn van. Tökéletes. És most jön a következő. Az meg egy 8-as lesz. Hát ilyenkor ugye azért ilyenkor egy nagy háznak a szintje az felértékelődik, ahol odaférsz mindenhez rendesen, nincs gond. Nem az van, hogy milliméteres távolságokat kell ügyesen áthidalni valahogy. De mondjuk az a szerencsé, hogy ennél a ház elég jó oda lehet férni mindenhez. Sikerült is berakni. Úgyhogy itt majd ezt a kábelezést, az egy fontos műsor lesz, hogy utána a kábeleket szépen elhúzza az ember. Na, de sikerült is, tehát látjátok, hogy benn van a 290-es. Úgyhogy ezt azt fogjuk csinálni, fölrakjuk a lapokat. És szerintem egyébként én azt fogom, azon gondolkodok, hogy a légszűrő az nagyon szép, meg jó, de lehet, hogy egyébként nem fogom a légszűrőket berakni, mert ennek is hiába ilyen nagy erős venti van bent. Pillanat. Na, ezt mindig elrontom, hova kell ezt rakni? Oda. Oké. De ha talán nincsenek fönn a légszűrők, akkor, vagy a porszűrő légszűrő, akkor talán egy picit könnyebb és jobb a tulajdonképpen jobb a légszállítás.
Úgyhogy ugye ez az oldallap, úgyhogy ebből ezt szerintem most ki is veszem átmenetileg. Még könnyebben tudjon a videókártya magának levegőt szívni. Ne kelljen annyira pörögni a ventinek. Szerintem ez egy logikus dolog, látjátok, már így rá is toltam. Ugye itt oldalról meg lehet fogatni, és nem fogok csak egyet rácsavarni, mert úgyis szétkeszednem holnap után, minek fárasszam magam. Jó, itt hátsó, ezen is elgondolkodunk, hogy ez kell vagy nem kell, és átmenetileg ezt is kiszedem. Hát úgy vagyok, hogy nagyon poros lesz, úgyis le lesz takarva, én általában letakarom a cuccaimat, amikor nem használom, úgyhogy ne porosodjon. Na, ezt jól raktam rá? Igen, talán jónak tűnik. Nem raktam rá jól, az alsó az rendben van, de a felső karmok azok nincsenek, úgyhogy most lett jó. Most passzol, ezt is becsavarozzuk, és nézzetek bele, még egy pillantás vehetve rávetni a gépre. Még azon töröm a fejem, hogy a ventit, azt lehet, hogy át kéne fordítani, ugyanis ugye ez pirosan világít, és hogyha belül van, és belülről a levegőt ugye tolja rá erre, ami mondjuk igazából ellentétes azzal, amit ugye a tervezők terveztek, mert ők azért rakták ide a légszűrő, porszűrőt, hogy ugye innen szívjad be a levegőt, de a bentről rakom, azaz ugye már a benti levegőt fogja küldeni rá a radira, amit talán annyira nem is lesz friss levegő, friss hűvös levegő, mert azért itt mégis bent melegszenek jobban a cuccok. Annak ellenére, hogy elől az a nagy 20-as venti azért küldeni fogja be a friss levegőt, akkor viszont belül világítani fog a piros venti, és ugye fölül lesz ugye a kis ablak, és nagyon kellemes, romantikus hangulatot fog adni, hogy így fogalmazza, hogyha beles az ember az ablakon, ugye itt a kis ablak, úgyhogy ez még egy picit jár a fejembe, hogy esetleg lehet, hogy a hűtést beáldozzuk a látvány érdekében egy kicsit. Na, most megpróbálom ezt visszacsúsztatni. Vissza is sikerült. Na, úgyhogy ilyen a teteje, ugye? Tehát arról beszélek, hogyha ezen az oldalon lenne a... Most nem tudom mennyire látszik, mert pont betükröződik. Tehát igazából, ha ott lenne mondjuk a venti, akkor az szépen bevilágítaná ezt az egész belső részt. Úgyhogy azzal majd lehet, hogy játszok egy kicsit. Na! Úgyhogy így néz ki a gép, ugye még egyszer, tehát nem végleges állapot, részállapot. Ugye nézzétek meg a Blu-ray író milyen szépen benn van a helyén. Ugye a két USB 3, nagyon kis dizájnos egyébként. És ugye itt van maga a videókártya bent. Szépen begyömöszöltük veletek együtt. Úgyhogy két nap múlva, ha megérkezik a proci, talán, szabadidőm is talán, ha lesz, ugye az mindig egy sajnos egy talán az a legnehezebb kérdés a mai világban, akkor összerakjuk és beindítjuk. Igen, tehát látjátok, ha itt lenne a venti, nagyon szépen ezt az egész teret piros színnel bevilágítaná. Így ahogy most van, ugye itt külső részen fog világítani kifele, nem fog annyira látszani bent semmi. Úgyhogy még kitalálom. Most egyelőre ennyi. Látjátok, hogy a Zafir 290-es a helyén van. Friss levegőt innen tudja szívni, itt ki tudja tolni. Úgyhogy egy ilyen kis miniház projekt kezd lassan a végéhez érni. Én nagyon egyelőre azt mondom, hogy nagyon elégedett vagyok vele. Szép minőségi munkát végzett a Corsair, és nagyon olcsón adja. Tehát szerintem ez a ház ez ilyen 20-20 pár ezer forintba került, tehát nevetséges ár. Annak tükrében, hogy egy házat azért az ember, ha olyan, akkor 10 évig is használ. Abban nem hiszek, hogy igazából abban az irányba haladnánk, hogy igazából itt nagyobb gépeket kellene építeni. Halljátok, hogy ugye csíkszélesség lefelé megy,
egyre kisebb miniatűrizálás ugye az irány. Úgyhogy szerintem ezek a házak, ezek simán 10 évet el tudnak, kibírnak. Még többet is, ugye itt igazából azon múlik a dolog, hogy mennyire vigyázunk rá. Kis helyen elfér, tényleg, mint egy pici kis, nézzetek meg a videókártyának a dobozát, csak ugye már volt az összehasonlításról szó a múltkor. Nézzétek meg a videókártya doboza, ugye? Ekkora. Tehát maga a kártyának a doboza hosszabb, mint a ház. Ugye, ha így nézzük, a háznak az eleje nagyjából olyan széles a ház, mint a videókártya doboz. Tehát két ilyen doboz a háznak a mérete. Tehát nagyon, nagyon kellemes, kicsi, megszűnik az. Nekem megvallom őszintén, ezek a nagy házakkal az volt a legnagyobb bajom, hogy nem csak maga a ház, mert ugye azt egyszer összerakja az ember, azt keres neki egy helyet az asztal alon, vagy asztal alatt, vagy az asztalon, hanem az a rengeteg doboz, ami a kiegészítőkhöz jár. Már maga a háznak a irdatlan doboza, ugye akkor videókártyák, az alaplap, a tápegység. Jó, így is valami muszáj, mert ugye a videókártya, látjátok, a doboza nem változik. A tápegység se változik, de az alaplap dobozát láttátok, tehát az egy olyan pici kis dobozka volt, hogy meg olyan pici kis dobozka, hogy bárhol elfér, bárhol. Úgyhogy és a háznak is a doboza olyan pici arányaiba, hogy nevetséges. Mert ugye azért az ember végül is ezeket a dobozokat nem dobja ki, különösen a nagy házdobozát nem dobott ki, mert ha utána el akarod adni, vagy költözöl, vagy bármi van, ugye egyszer nem tudod mibe rakni a házat, macerás. Tehát legegyszerűbb, ha megvan a doboz, eladni is ugye, úgy lehet egyedül, vagy legalábbis úgy sokkal könnyebb, különösen postázni kell valahova. Úgyhogy tulajdonképpen úgy látom, hogy az irány jó, ma nagyon elégedett vagyok, szerintem nagyon szép maga a ház. A szerelés is olyan, hogy ha ügyes az ember, meg lehet csinálni jól, egyszer összerakni, aztán használni. Néha cserében az emberi videókártyát, tehát láttátok, nem olyan nagy művelet. Azért is igazából az E97-es alaplapot akartam már berakni, mert jöttetek páran, hogy miért nem a Z87-esnek is voltak mini ITX-es prociai, meg alaplapja, lehetett volna abból is építeni. Törtem is rajta a fejem, de amikor mondjuk egy-két hónap ezelőtt már lehetett hallani, hogy nyár elején, májusban kidobják az E97-et esélyes, akkor mondom, ezt most már megvárom. Ugyanis ugye a Broadwell proci ezzel már menni fog, az E87-es alaplapokkal nem fog menni, tehát igazából ennek a jövő állósága egy jó pár évre garantáltan biztosító van. Úgyhogy ez a fő cél. Jó, most srácok, köszi a figyelmet, legközelebb akkor jelentkezek, ha megjött a proci, és akkor beszereljük, SSD, installálás és tesztelés. Úgyhogy köszi a figyelmet, remélem tetszett a videó, és kellemes hétvégét, folytatjuk. Sziasztok!